beperelték az amerikai női labdarúgó válogatott játékosai az Egyesült Államok Labdarúgó Szövetségét. A világbajnoki címvédő csapat tagjai szerint a szervezet kevesebb fizetést ad nekik, mint a férfi válogatott játékosainak, és az edzési és utazási körülményeik is rosszabbak. A válogatott egyik csapatkapitánya, Carly Lloyd, szégyennek nevezte, hogy bár hatalmas nemzetközi sikereket érnek el, még mindig harcolniuk kell az őket megillető bánásmódért. A szövetség egyelőre nem reagált a nemzetközi nőnapon benyújtott keresetre. Az Egyesült Államok csapata a legsikeresebb a női labdarúgó tornák történetében. Három világbajnoki címük mellett négyszer az olimpián is győzni tudtak. A Japán ellen 5-2-re megnyert 2015-ös világbajnoki döntőjük máig a legnézettebb labdarúgó esemény az országban. 23 millió embert ültetett a tévéképernyők elé.